Advent második vasárnapjának délelőtti óráiban ismét kézműveskedéssel tölthették az időt gyerekek és szülők, ezúttal nemezelni lehetett Szűcsné Molnár Marian értő felügyelete alatt. Készültek is remek művek bőven, azért a mintadarabok szintjének eléréséhez még egy kevés gyakorlásra szükség van. Sok-sok finomság, kedves ajándéktárgy várta a vásárlátogatókat a továbbiakban, külön öröm, hogy az igényes termékek árusítói szinte kivétel nélkül helyiek voltak. Cserépedények, méz, hímzett holmik, üvegékszerek és finomságok széles választékából szemezgethettünk. A városi ünnepség vendége és szónoka ezúttal Pacolai Gyula nyelvész professzor, városunk díszpolgára volt. Gyula bácsit nagy tisztelettel fogadták az ünnepségen, bölcs tanácsai bizony igencsak megszívlelendők az adventi időszakban és azon kívül is. Még egy gondolatkörre szeretném felhívni a figyelmet, ami az utóbbi időben kerül elő, már tulajdonképpen nagyon régi, és az utóbbi időben arra az úgy olyan megfogalmazásban kerül elő, hogy kettős norma. Azért mondom, hogy nagyon régi, mert már a Bibliában benne van, hogy más szemében meglátja a szálkát, magáiban a gerendát sem, amíg tulajdonképpen a kettős normának egyik kifejezése. Ennek a modern megfogalmazása, modern előfordulása az, hogy valaki egy másik emberről hoz egy ítéletet, viszont ugyan egy harmadik emberről, aki ugyanazt követi el, vagy egy olyan rendszerről, amelyik ugyanazt követi el, egész más ítéletet hoz ugyanarra a dologra. A második gyertyát az adventi koszorún Ercsi egy ifjú sportreménysége Gábor Lőrinc válogatott vízilabdázó gyújtotta meg. Egy remek hangú, fiatal székelyföldi énekes László Attila szórakoztatta a továbbiakban a közönséget hazai és külföldi előadók műveiből válogatott finom érzékkel, az ünnephez hangoltan, óriási sikerrel. És jön hiszen, lézes sugárban, és jön hiszen, a fegyver.